Így hát a Föld napja alkalmából ezennel átadom Griffin Rock legújabb környezetbarát épületét, a Lasky Mester könyvtárát. Újra hasznosított vádogtető, használt üvegből épített falak és persze kizárólag reciklált papírból készült könyvek. Zöld lesz mindenki az irigységtől, mert a mi könyvtárunkban minden 100%-ig újra hasznosított. Sajnos még a poénok is. Segélyhívó vonal, hallgatom. Charles, küldje az összes egységet. Mrs. Niederlander, kérem, nyugodjon meg. Egy élet forog kockán, ha nem jönnek azonnal. Mrs. Niederlander, halló. Mentőbotok, mentésre fel! Oké, előttem van Mrs. Niederlander háza. Nincs semmi különleges. Lehet, hogy kigyulladt valami. Tolvajok. Eldugul cső. Na végre! Olyan sokáig tartott, már azt hittem, egyedül kell leszednem praclikát a fáról. Jaj! Egy őrhajó az űrből leszállva, földünket vette új célpontjába, bolygónk vált új otthonukká, Optimus vezér, bölcs tanárukká. Védd meg az embert, segítsd őket, kérd el tőlük a tiszteletet. Egy hű család lesz legjobb társak, másnap benned fenn arcában. Mentőbotok, mentésre fel, megvettelek a bolygónak el. Mentőbotok, mentésre fel, segít utat mutatni, robotokban nem fogsz csalódni. Mentőbotok, mentésre fel! Transformers. Mentőbotok. Jaj! Tegyen le magam, Hamlasz robot! Talán nem vette észre, de ez a Mamlasz robot megmentette az életét. Az én kis praclikám az, akit meg kell menteni. Ó, én kicsikém! Vészhelyzet! Egyeseknek elég sajátos nézeteik vannak a vészhelyzetről. Szikla, hozd le a macskát! Na, legalább valaki tudja, hogy kell megköszönni. Egy élmény volt, praclika. Na jó, figyelem, megbeszélés. Mint tudjátok, ma van a Föld napja. Ezen a bolygón nem minden nap a Föld napja. De igen, de a mai nap más, úgyhogy jó alaposan kitakarítjuk a mi kis központunkat. Apa, a Föld napja a környezetünkről szól, nem a házi munkáról. Mindenki a maga módján ünnepel. Ah... Cody, te és a botok kitakarítjátok a bunkert. Danny és Graham, tiétek a garázs. Kéd, te velem jössz. Én csak azt mondom, ha az a macska fel tudott mászni a fára, akkor le is tudott volna. Az a mentő akció tök felesleges volt. Mrs. Niederlander eléggé aggódhatott a kicsinyéért. Nem is tudtam, hogy egy földlakó állatot is fogadhat utódjául. Az a macska igazából nem Mrs. Niederlander gyereke. Csak egy állat, de a házi állat néha a családoddá válik. Neked volt már házi állatod? Nem. Mindig is akartam kutyát, de apa nem hagyta. Ez túl nagy felelősség, fiam. Igaza van. Ezek az állatok néha túl nagy gondot okoznak. Nem, nem mindegyikük. Néhányan mentőcsapatban is dolgoznak. Látod? A rendőrök is alkalmaznak különlegesen képzett kutyákat felderítésre. Bizonyos állatok a tűzoltókat segítik, mások pedig a bajba jutott síelőkön. Hihetetlen. És hol találjátok ezeket az állatokat? Többnyire menhelyen. Legtöbbjük nagy ketrecekben él, egész addig, amíg valaki nem jön és haza... Szia, Frankie! Oké, megyek egy perc. Mennem kell! Doki elvisz minket Frankivel a közeli állatkertbe. Az meg micsoda? Az olyan, mint egy hatalmas menhely. Majd átküldök nektek egy képet. Hé, 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 hé! Hogy
Scotty ilyen korán leléphet. Csodálom, hogy bármit is látsz azon az ablakon át. Csak törölgesd! Cody, gyere már, lesz mit fényképezned oda bent is. Nyugi, csak hadd küldjem el ezt a képet. Frankie, miért rohanunk el az állatok mellett? A legjobban kell kezdenünk, a makikkal. Ők a földnapja sztár vendégei. Nem akarod megnézni a banja oroszlánt? De a makik előrébb vannak a szótárban. A zebrákig sose jutunk el. Hát nem lenyűgözőek. Ezeket a makikat úgy kiképezték, hogy majdnem olyan okosak, mint mi. De akkor miért játszanak a szeméttel? Nem játszanak vele, hanem szétválogatják. Mindegyiküknek megtanították, hogy miért keressenek. Látod? Megszaglásszák, hogy kiderítsék, miből van. És beleteszik a megfelelő konténerbe. Műanyag, üveg, papír, stb. Még a tányérjukat is kitisztítják evés után. Arra még két sem képes. Megnézzük végre a banja oroszlánt. Oké, bár nem tudom, hogy ő látni fog-e minket. Szikla! Hová készülsz? Szerzek magunknak egy házi állatot. Cody nagyon fog örülni neki. Úgy tudtam, a főnök nem akar kutyát. Nem kell kutyának lennie. Cody küldött képeket a menhelyről. Egy csomó állat lakik ott, már csak ki kell választanunk, melyiket szeretnénk. Jó lenne, ha nekünk is tudnának segíteni. Szerinted lehet olyat, aminek van bundája? Miért van ez bezárva? Hogy biztonságban legyenek az állatok, amik befogadják őket. Szerencsére ez is városi gondozású. Grahamnál az összes ilyen helyre be tudunk jutni. Ezek mind olyan édesek. Kár, hogy csak egyet választhatunk. Mire néz egy praclika, csak a mi méretünkben? Nem tűnik olyan cukinak. Biztosan jó erős. Nézd meg, korán tud ugrani. Ő lesz az ideális házi állatunk. A szkennerem nem működik. Kapcsold le a főáramkört, én kinyitom a ketrecet. A mentőbotok csapatában, cimbora. Milyen nevet adjunk neki? Legyen bajszos. Bajszos? Bajszos! Szerintem nem tetszett neki ez a név. Siessünk, meg kell találnunk, mielőtt valaki befogadja. Ott, a sikátornál. Ne félj, bajszos. Azért jöttünk, hogy hazavigyünk. Ne essen kétségbe. Ez csak az éjszakai őrjárat. Szólnunk kéne a főnöknek.
Egy macska nem lehet valódi vészhelyzet, emlékszel? Ne roncsuk el Cody meglepetését. Keressük tovább. Mrs. Niederlander az megint. Majd én beszélek vele. Kapcsold át hozzám. Vészhelyzet? És vedd le kicsit a hangerőt, kérlek. Csapat, van itt egy kis fennforgás. Hadd találjam ki, macska a fán. Olyasmi. De azt hiszem, most el kellene egy kis segítség. Inkább körbe kéne küldeni a felhívást, apa. Penge nincs itt. Szikla sincs itt. Hová mentek? Sajnálom, ötletem sincs. Biztos lemaradtam valamiről. Szólok Pengének és Sziklának, hogy jöjjenek Mrs. Niederlanderhez. Addig ti gyertek ide tűzlovaggal. Elég szűkösen leszünk. Nem, az már. Az én övem! Vigyázzatok már, kell a hely! Hol van Mrs. Niederlander? Mármint csak nem ette, szóval, hogy nem... Nem, ő jól van, ahogy Praclika is. Hát épp időben. Nem hiszem el, hogy nélkülem viháncoltatok. Nem volt az annyira vicces. Az állatkám. A micsodád? Igazából meglepetés lett volna Codynak. Azt hiszem, mindenkit megleptél. Szikla, ő nem egy kis állat, hanem nagyon is vad. De hogy tudott elszökni? Befogadtam egy állatmenhelyről. Az állatkertből? Van valami különbség? Hát elég nagy. Az emberi szokások olyan bonyolultak. Karkötő, divatos, hasznos. Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Bemértem a mobilot, cellajelét. Az oroszlán felhívott. Mászli, hogy a közelben voltam. Szólni kéne erről apának. Nagyon szép volt, Danny. Ja, inkább találd meg az oroszlánt.
Odabent biztonságban lesztek. A sulit lezártuk, amíg el nem kapjuk az oroszlánt. Burns kapitány, hol a csapata? Kész bolondok háza van itt. Uram, részletezze, az oroszlán? Nem, a könyvtár. Megtámadták a férgek. Anyag? Nekem azt mondták, igazi haj! Hé, ezek azok a szuperképzett makik az állatkertből. Halljátok ezt? A makik akkor szökhettek el, amikor Szikla kiengedte az oroszlán. A Szikla volt? Ó, bocsi, oda a nagy meglepetés. A makikat arra tanították, hogy szelektálják a hulladékot, ne épületet bontsanak. A könyvtár szemétből van, a recikládból is. Biztos azt hiszik, helyesen cselekednek. Akkor mihez kezdjünk velük? Megvan. Megetetjük őket. Danny, folytasd az oroszlán vadászatot. Ha segítség kell, szólj. A többiek... Irány a könyvtárba. Codynak van egy terve. Polgármester úr, jöjjön, erre biztonságosabb lesz. Végre elneveztek rólam valamit, erre egy halom kacat lesz. Ez az épület már eleve is egy kacat volt. Mármint, hogy... Hogy áll a terv, Cody? Nem akarlak sürgetni, de a könyvtárnak már nem nagyon van teteje. Úton vagyunk, apa. Na, a makik mindig kapnak enni, ha abba hagyják a hulladékozást. Szóval abba hagyják a munkát, ha meglátják a rengeteg ellenet. A makikat, úgy látom, ez nem izgatja. Ez fura. Várj, az állatkertben csengettek is. Biztos, hogy van itt valahol egy csengő hang. Szikla! Ki tudod hangosítani? Ez túl jól sikerült. Szikla, rükvert! Vissza kell érnünk velük, mielőtt megeszik az összes eledelt. Lassan kell mennem, nem akarok senkire rálépni. Tiszta a teret, vagyis tisztítom a terepet. Szikla, ha átmész néhány piroson, most talán elnézem neked. Megállni, polgárok! Nem, adjanak utat az állatoknak! Rossz hírek, megvan az oroszlán! Danny, az nem inkább egy jó hír. Inkább nézz oda! Siess, Szikla, vagy a makikból oroszlán eledel lesz. Hűha, ez szép volt, srácok. Tudod, hogy mondják? A nyolcadik az igazi.
Sose gondoltam, hogy az újrahasznosítás ilyen nehéz. Hé! Valaki kikapcsolta a ketrecek ellátását. Azt hittem, ez része a befogadásnak. Hölgyeim és uraim, a Lasky ketreccel biztosak lehetnek benne, hogy a mi szeretett banja oroszlánunk a helyén fog maradni. Igen! Nagyszerű! Bajszossal nehéz volt bánni. De azért jó lenne ide egy kis állatka. Hát, tudom, hogy érzel. És apa is. Hoztunk valakit, akin gyakorolhatsz. Ez az enyém? Gyerünk, kis öreg, irány játszani. Fogócskázunk? Én nem hiszem, hogy felfogta, miről szól ez a házi állatosdi. Magyar hangok. Bogdán Gergő, Tokai Csaba, Barbinek Péter, Seder Gábor, Rosta Sándor, Molnár Ilona, Bolla Róbert, Szatmári Attila, Pálmai Szabolcs. Magyar szöveg Márkus Tamás, rendezőasszisztens Dohi Erika és Igor Lattesz, hangmérnök Halas Péter, gyártásvezető Bárány Judit, szinkronrendező Kozma Attila. A szinkront a Minimax megbízásából a BTI stúdió készítette.